Kismalasi Ifjúsági Egyesületről van szó. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon felemelő pillanat, hiszen ezt a díjat azok szavazták meg nekünk, nekem, akiket én nagyon becsülök és tisztelek. Ez a számomra elég sokat jelent, és hát szeretném megköszönni az Egyesület tagjainak, segítőinek az elmúlt éveknek a munkáját. És hogyha megengeditek, akkor pár mondatot mondanék csak az Egyesületről. Ugye idén vagyunk 5 évesek. Sajnos nincs itt Skibanek Zoli barátunk. Közösen fogalmazódott meg bennünk arról ez a gondolat, hogy létre kellene hozni Halason egy ilyen ifjúsági egyesületet, fellendítve ezzel a halasi fiataloknak az életét. Tehát nagyjából 2007 végén láttunk hozzá a munkához. Hát elég sok formasággal, papírmunkával járt, ezzel nem mutatnék senkit, nem egyszerű dolog ez napjainkban. Nagyjából 2009 év elején kezdődhetett meg a munka, és hát tegnap kicsit így visszaemlékeztem, összegyűjtöttem az emlékeket. Nagyjából 20 darab foci tornán vagyunk túl, ami azt jelenti, hogy körülbelül 1500 fiatalnak jutottunk sportolási lehetőséget Halason és a környékben, az elmúlt években, vagy gyűjtöttünk rászoruló gyerekeknek ruhát, beteg gyerekeknek játékot. Karácsonykor rendeztünk emlékestet az általunk nagyra becsült Cseh Tamás tiszteletére, vagy a megye több pontján vettünk részt különböző ifjúsági és sportnapokon. És talán ami az én szívemhez a legközelebb állt, nem egyszer találkoztattunk határon túli magyar fiatalokkal és táboroztunk közösen. Illetve a közelmúltban említenék még egy eseményt, a Városi Prevenciós Napot, amelynek a megvalósulásához, ha nem is nagy mértékben, de azért hozzá tudtunk járulni. Én azt gondolom, hogy ez a díj igazolás nekünk, hogy annó jó úton indultunk el, és talán most lesz az, amikor az első lépcsőfokról a másodikra léphetünk. Én szeretném folytatni ezt a megkezdett munkát. Szeretnénk minden egyes programból, amiből csak lehet hagyományt teremteni Halason, szeretnénk új programokat is, és talán elmondhatom azt, hogy a terveink között szerepel egy az ifjúságot segítő iroda létrehozása, ahol azoknak a fiataloknak szeretnénk elsősorban segítséget nyújtani, akik napjaink ilyen-olyan világába, de vajba kerültek. Tehát ez a közeljövőben várható. És hát szeretném még egyszer megköszönni, és kérek arra mindenkit, aki eddig segített, támogatott minket, hogy tegye ezt a jövőbe is, hiszen én azt gondolom, hogy mint Halason, mint a megyénkben, mint pedig az országban csak úgy tudunk sikereket elérni, hogyha összefogunk és közösen cselekszünk. Köszönöm szépen!